Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ez alkalommal is a kezdők alkalmát látják. Egy sorozatot indítottunk el a profétálással kapcsolatban, most folytatjuk. Az előző alkalommal kezdtünk beszélni arról, hogy a proféta szem, hogy a proféta Isten embere, és az Úrtól kap kijelentést. Most elsősorban a Jézus Krisztus személyével szeretnénk foglalkozni a profétai nézőpontból. Az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy ő a főpap, ő a főproféta, és ő a király. És míg az Ószövetségben, ugyanúgy az Új Szövetségben is a proféták kaptak üzeneteket, ezek természetesen részszerintiek voltak. Pál apostol, amikor a szeretett himnuszát írta, lényegében a kegyelmi ajándékokról is írt, beleágyazva a szeretetbe, akkor ez a profétálásra is vonatkozik, amit idézek most az 1 Korintus 13, 9 és 10. verszakából, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. És Jézus Krisztussal kapcsolatban pedig ezt olvassuk, mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjon az egész teljesség. Tehát görögül ez a pléroma szó fejezi ki a teljességet, amit találunk a Kolossi Levél első 19. versében. Tehát a profétáknál a rész szerint ismeret, a rész szerint kapott kijelentések, míg Jézus Krisztusnál a teljesség van. Ez a rész szerintiség egyrészt alázatra indítja a profétákat, ugye, hogy nem a minden tudás birtokában vannak, hanem rész szerinti. Tehát Mózes Isten népe a legnagyobb profétának tartja a mai napig, de Mózes is alázatban volt, és volt, amikor nem tudott konkrét választ adni, amikor kérdéseket tettek föl. Nem úgy volt, hogy na, Mózes, mondd meg nekünk, hogy hát ez meg az, hogy mit csináljunk ebben az ügyes bajos dolgunkban, vagy hogy ezt hogy tegyük, vagy a másik dolgot, hogy ne ütközön a törvénybe. Mózes azt mondta, hogy elcsendesedek, imádkozom. Ezékiel is ilyen volt, hogy nem kapkodott, hanem várt Istenre. És amikor megragadta őt az Úr, és kijelentette magát, azt a kis szeletet tudta mondani. Tehát az emberek egy idő után, hogyha proféta központokká válnak az emberek, akkor mindent a profétától akarnak megtudni. Ha persze szegény profétának nem jut eszébe semmi, akkor megharagszanak rá, hogy hát ez nem is igazán proféta. De Jézus Krisztusnál ott volt a teljesség, és ő neki nem kellett várni a felelettel. Őről azt írja János evangélista, hogy őt nem kellett felvilágosítani az emberekről, mert ő látta, hogy mi van az emberekben, és hogy ő a teljességből szólt. Ez tehát egyrészt alázatra ént, hogy rész szerint van a profétálás, a gőgtől óv meg bennünket, és hogy ugyanakkor az a rész szerinti, az a egy alkalomra való kis üzenet, ez
ez nagyon döntő lehet egy ember életében, akár a proféta életében, akár aki kap egy ilyen profétai üzenetet. Igen, ez nagyon csodálatos, hogy ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Jézus Krisztus látta láthatatlan Istent, nem csak látta, hanem ismerte az Atyát, mert benne volt, és hogy benne volt az Atyának a lelke, ugye az Atyától származik a Szentlélek és a Fiú is, csodálatos dolog ez, és éppen ezért az ember, aki ugye távol él az örökkévaló Istentől, és távol van sokszor, csak abban tud lélek szerint járni, amiben a Szentlélek őt megerősíti. Tehát olyan nincs, hogy nem kapok indítatást, és akkor mégis beszélek. Én nagyon szeretem a Mózes könyvét, mert nagyon reálisan bemutatja az akkori állapotot. Mózes az Úrnak egy megáldott, kiválasztott prófétája volt, de mégis állt az egész tábor, mert nem kaptak üzenetet az Úrtól, és megvárták, és olvasok a Mózes könyvébe, hogy az első hónap 15. napján szólt az Úr, ezt csak úgy mondom a dátumot, és több helyen is olvassuk, és addig várt a tábor, és nem mentek, bármennyire szorongatta az ellenség a Izrael táborát, sehova nem mentek az Úr szava nélkül. És én úgy gondolom, hogy azok, akikben rész szerint ott van az Úrtól kapott kegyelmi ajándék, a profitálás, nem vehető rá, hogy beszéljen, ha nem kapott üzenetet az Úrtól. Szintén az Ószövetségben olvassuk, hogy voltak királyok, akik kikényszerítették a proféta fiakból, tartottak ilyen profétákat, proféta fiakat, hogy mondják meg, hogy mi lesz az ütközetnek, a harcnak az eldőlése, hogy hova fog ez vezetni, és hogy akik belementek, azok hazugságot szóltak. És nagyon komolyan fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy kinek szolgálok, az élő Istennek vagy embereknek, az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermekeként adom közre azt, amit az Úr rám bízott, és tudok hallgatni, ha szükséges, és nem kényszeríthetnek ki emberek üzenetet. Nagyon sok téveigés származott ebből, ugye följogosítva érezték magukat egyes proféták, hogy arról profételjanak, hogy kinek milyen nemű gyereke lesz, és ugye egy testvérünk, akit nagyon intettünk, hogy ne profétálgasson, megprofétálta, hogy a lányának fia születik, hát hál' Istennek egészséges kislánya született, nem fiú, és akkor ugye elbizonytalanodnak az emberek, ő maga is. Péter apostol azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd. Azért, mert a prófétai beszéd nem annyira a hétköznapi dolgokról, hogy milyen gyerek születik, vagy jövendőlésekre vonatkozik, hanem a Krisztussal való közösségre, annak az elmélyítésére, a bátorításra, a bíztatásra és a helyreigazításra, ugye a különböző nemei vannak a profétálásnak, a titkok ismerete, a bűn leleplezése, mint Anániás és Szafira esetében is ugye a Szentlélek leleplezte. De miért? Azért, hogy az ott lévő megtért hívőkben Isten félelem legyen, és hogy a hitetlenek sem mertek közéjük elegyedni, mert annyira jelen volt Isten szent lelke. Amikor a profétálásról beszélünk, és arról, hogy Jézus a fő proféta, mert ő benne lakozott az Isten teljessége, akkor arról is kell beszélni és magunknak föltenni igazán a kérdést,
hogy én mire is kaptam Istentől a kegyelmi ajándékot, és hogy annak valóban eleget teszek-e. A prófétálás a gyülekezet építésére van, és nem jövendőlgetés. Igen, és még Jézussal, a főprofétával kapcsolatban annyit, hogy kijelentette mindazt, ami Isten megismeréséhez és az üdvösséghez szükséges. Tehát a proféta ezt már nem egészítheti ki, hogy még valami új dolgot hozzon, valami többet hozzon, mint amit Jézus Krisztus adott. Jézus azt mondta, idézem a Máté Evangélium a 14. részéből, hogy igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Tehát a fiú jelenti ki azt, hogy kicsoda Isten, és itt ez mindig engem megállít, amikor vannak ezek a roham megtérések, és hogy az embereket fölbuzdítják, és föllelkesednek, és annélkül, hogy meggyökereznének a hitben, elfogadják Jézust, és végül is torszülöttek lesznek, mert nem képesek a Krisztusban élni. Csak az tud megtérni, akinek az Úr kijelenti magát. Tehát csak annyit ismerek, Jézus a teljességből szól és kijelenti. Ezeket az igéket nagyon alá kell húzni, és a keresztény élet nem proféta központú, hanem Krisztus központú. Mint ajándékot az Úr áldássá teheti a közösség életében, de ha már a proféta van a középpontban, ő irányítja az egész gyülekezetet, és megsértődik, ha nem úgy fogadják az üzenetet, amit ő mondott, és nem úgy, ahogy ő neki tetszik, akkor itt nagy bajok vannak. A profétálással kapcsolatban, hogy van, akit az Úr egy profétai szolgálatra rendelt. Tehát bárkit megragadhat az Úr, hogy kap egy ilyen kijelentést az Úrtól. Ha olvasom az igét, hittel olvasom az igét, akkor is kapok az igéből kijelentést. Igen. Egyfajta kijelentést. Tehát minden ember kap kijelentést. Igen. És van, akit az Úr erre rendelt a prófétai szolgálatra. Jeremiás 1. rész 5. versét olvasom. Mielőtt az anya mélyben megformáltalak, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek, prófétának rendeltelek a népnek. Nem tanítónak, nem ennek, nem annak, és Jeremiás pályája a prófétai pálya volt, ugye, ami sokszor még könyörgött, meg zúgolódott, háborgott, hogy miért kellett neki egy ilyen nehéz pályára lépnie, hogy miért van ez, de ugyanakkor azt mondta, mintha tűz volna csontjaimba rekesztve, hogy mégis szólni kell. Már Keresztelő Jánosról is, hogy a születés előtt megjövendülték, te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel. János végig proféta volt. Mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az útját, tehát az útkészítés volt a profétai szolgálat lényege, hogy útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Lukács 1. rész 76. vers. Igen, én azért úgy gondolom,
volt az Új Szövetségben is, ugye Agabusz proféta volt, négy lánya, akik profétai ajándékkal voltak megáldva, de nem azt olvassuk, hogy állandóan és folyamatosan, hanem egy adott helyzetbe mindig az Úrhoz vitték közelebb az embereket. Itt azért már erről beszéltünk, de fontosnak tartom, hogy megemlítsük azt, hogy az embereknek az első keresztény gyülekezetben is nem voltak írásaik. Tehát nem voltak tekercsei, nem volt nyomtatott Biblia, nagyon ritka és nagyon drága volt, ha valaki egy-egy tekercshez hozzá tudott jutni, ugye ezek kézzel írottak voltak, és hogy nem volt más lehetőségük a kijelentés átvételére, mint hogy a gyülekezet építésére megáldott profétai lelkületű emberek adták tovább az Úr üzenetét. Ma egy kicsit más a helyzet, ezzel senkit se szeretnék lebeszélni az Úr kegyelme ajándékaival, de mindnyájunknak van Bibliánk, és az előbb éppen mondtad is, igen, hogy az igén keresztül kapunk kijelentést. Tehát mindenkinek lehet az Úrtól kijelentése, és a csodálatos módon szól az Úr személyesen hozzánk az ige által. Hatalmas érték, hogy kezünkbe lehet az Isten igéje, és az igén keresztül szól az Isten hozzánk. Az Új Szövetségben, és ugye voltak proféták, nem lett mindenki elhívott, de például antikai gyülekezetben volt néhány proféta, de a gyülekezet többi tagja is kaptak személyes üzenetet. Idézem az igét, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, a dicsőség Atya adjon nektek bölcsesség és kijelentésnek a lelkét, hogy megismerjétek őt. Tehát ez nagyon világos, hogy voltak proféták, de ugyanakkor volt személyes üzenet is, és mindenkit, aki a Szentlélek be volt teljesedve, a Szentlélek uralma alatt állt, hogy vezette. Kapott kijelentést a saját életére. És hogy a gyülekezet építésére van a profétálás, tehát ez nem ilyen egyéni kiváltság, hanem a feladat elvégzésére, hogy a gyülekezet előrébb jusson, megépüljön. Ha nem ez a cél, akkor nem lelki szolgálatról van szó, hanem egyéni érvényesülésről, az pedig nem a lélek munkája. Tehát sok minden hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki így beképzelté válik, és elbizakodottá válik, mikor a gyülekezet körül rajongja ugye az illetőt, és hogy mindenki egyetért vele. Tehát kell, hogy a lelki pásztor, hogy a tanító, hogy az evangélista, a presbiterek, akik tényleg Szentlélek világosságában vannak, hogy védjék azt, akiben megnyilvánul a profétálás ajándéka, mellé álljanak. És hát sok mindenről lehetne szó, még egy pár szót a proféta sorsról. Tehát az ószövetségi profétáknak is általában nem volt könnyű sorsa. Keresztelő Jánosnak se volt könnyű a profétai útja, óriási felelősség nehezedett rá, nem csak, hogy az Úr útját készítette, hanem rámutatott a királynak a bűnére is. Nem szabad neked. Elment hozzá és megmondta, hogy a lopott feleséggel
a testvéred feleségével, akit elloptál tőle, hogy nem szabad neked ővele élned. És akkor ugye ismerjük a történetet, hogy Keresztelő János fejébe került ez, megölték őt, mert kimondta az igazságot, de ez volt a prófétai sors. Tehát aki ilyen hízelkedő meséket mond, hogy mindenki barátja legyen, az nem proféta. Aztán a profétákkal kapcsolatban Jézus mondja ezt, tehát ez nem ószövetségi régi megszűnt manna. Aki befogad egy profétát azért, mert az proféta jutalmát veszi. Aki pedig egy igaz embert fogad be, azért, mert az igaz embernek jutalmát kapja. Eszembe jut, csak úgy szabadon idézem, olvastam Assisi Szent Ferencről, hogy egyszer meglátogatott egy gazdag embert, és megmondta neki, hogy rendezd el a bűneidet, mert az Úr elvisz téged. És hogy az ember minden szépen elrendezett, és valóban reggel az Úr hazavitte őt. Hogy micsoda ajándék volt ez, hogy nem egy rendezetlen élettel ment el a földi életből, hanem hát ez volt a prófétának az ajándéka, a prófétai szolgálatnak az ajándéka, hogy egy ember élete megmenekült a kárhozatból. Hát ahogy az Úr Jézus Krisztus is az életét áldozta a kereszten, és ahogy az apostolok is hatalmas erővel hirdették az Úr igéjét, de mégis a szenvedés útját sokuk végig járta. De öröm az Úrnak szolgálni, öröm az Úr kijelentését továbbadni, és nagy kegyelem is. Köszönjük a figyelmeteket!